Üdv mindenkinek, Scuderia vagyok, és ez a Nézzünk Bele sorozat következő epizódja, és ez pedig a Lumini nevű kis játék. Ez egy relaxációs kaland játék. Igazából azt nem mondanám, hogy nem veselkedik ránk veszély a játékban, de azért a fő hangsúly a nyugodt játékmenetem van benne. Kikapcsolódásnak nem utolsó, és a zenéje is egész kellemes, hogy a játék élménnyel együtt. Egy picit már kipróbáltam, de most egy teljesen új játékot fogok kezdeni benne, hogy bemutassam, hogy miről is szól ez. Maga a játék ezekről a Lumini lényekről szól. Ez egy bolygón játszódik, amin több ezer éve eltűntek ezek a lények. És ez egy békés, nyugodt bolygó volt, aztán megjelentek ellenséges fajok, és ez a mérleg, ez az egyensúly megbomlott, és most már egy ellenséges, kevésbé barátságos környezet alakult ki. A bolygó még most is szép, de vissza kell az egyensúlyt állítani, és erre hivatottak ezek a kis ilyen világító, repülő, lepkeszerű lények, ezek a luminik. És ővelük fogunk játszani, őket irányítjuk majd a játékban, ők rajban mozognak, fokozatosan nő a számuk, ahogy irányítjuk őket, és több fajta Lumini van, négy fajta van, azt hiszem pontos, és mindenkinek más-más képessége van, és ahogy nő a raj, úgy nő a tudásuk is, vagy a játékban úgy tudunk velük egyre több dolgot megoldani hatékonyan. Amúgy ilyen feladatokat is meg kell benne oldani, ilyen kapukinyitások és egyéb ilyen trükkös dolgokat, de azt majd is látni fogjátok, akkor is indítom a játékot. Azt mondja, hogy új játék, és akkor elveszik, nem baj. Elveszik a korábbi játékon, nem játszottam vele sokat, egy olyan 2-3 perc van benne. De nagyon hangulatos, remélem hallatszik a zene, és most egy kicsit följebb hagytam. Talán nem is fog laggolni a játék, így a felvétellel párhuzamosan, mert a maximális grafikát állítottam benne. Egyébként ilyen energiavirágokat kell gyűjtenünk a Luminik segítségével. Ezek segítik majd őket abban, hogy újabb fajtársak csatlakozhassanak a rajhoz, illetve akik esetleg elpusztulnak, azokat pótolhassuk. Elég sok ilyen érdekes fajjal lehet találkozni, amik veszélyt jelentenek rájuk, de azért alapjába véve a játék békés, nyugodt játékmenettel bír. A kis intrója neki. Ezek a végpontok a pályákon, ezek a kristályszerű kockák, és most egy kis Luminit kaptunk. És hogy haladunk, fölgyújtja ezeket, hogy megvilágítja a kristályokat, és ezeket a kis energiákat kell itt gyűjtögetnünk ezekből a virágokból, ebből lesz neki energiája. Megnyomta a gombot. Most, igen, és az energiát, hogyha elhozzuk ide a kőhöz, akkor kapunk fajtársakat, és már így rajba tudunk mozogni. És itt segít is a program, hogy ugye a VASD-vel irányítom a fő rajt, de hogyha az iránybillentyűkkel kiveszek belőle, akkor ketté tud oszlani a raj, és akkor ilyen feladatokat meg lehet oldani, és akkor újra tudnak egyesülni. És kimegy az egyik, és a másikat is kihozom. És hogyha közel kerülnek, akkor újra egyesülnek, és akkor újra a VASD-vel tudom irányítani őket. Amúgy a játékban a Shift és a Space, ami még játszik. Most jelenleg nem, mert lehet, hogy még nincs olyan képességem, de azt hiszem a Space aktiválja az ilyen speciális képességeit az egyes Luminiknek. A vízbe is bele tudnak csobogni. Itt még aztán nem lesznek veszélyes fajok, amelyekkel találkozok. Még nincs veszély. Később majd jönnek mindenféle ilyen lények. Itt azt hiszem az egyetlen veszély ez a
ez a fura hegyeskő, annak ha neki mennék, akkor elpusztulna az egyik, vagy amelyik éppen hozzáér. A színe is elég agresszív annak, úgyhogy azt érdemes elkerülni. És megyek följebb. És itt is vannak ilyen energia virágok. Nagyon kis hangulatos egyébként, hogy az ember így arra szól a barlangokba. Na, itt az első ellenséges lény. Aha, igen, és ez a bal shift az, ami, hogyha közel megyek hozzá, akkor ez megbénítja. És később vannak olyan luminik, azt hiszem a, nem is tudom melyik színű az, de az egyiknek elég erős ez a védelmi mechanizmusa, és az nem csak hogy megbénítja, hanem el is pusztítja ezt a kis sünt. Persze nem mindegyiket lehet elpusztítani. Van egy ilyen fura halszerű lény, de azért nem hal, mert ugye itt röpködnek inkább ezek az élőlények, de az megeszi a luminiket. Azokat még nem sikerült ebben a rövid játékomban elpusztítani, csak lebénítani. Na, itt pedig egy feladat van, itt ezt a ventilátort kell megpörgetni, azt hiszem, igen, így van, és kinyílik a kapu. Ehhez is hasonló feladatokat kell megoldani. Gondolom egyre bonyolultabbak lesznek, ahogy haladok előre. Nem tudom, hogy ennek... nekem szabad neki venni. Nem tudom, ennek van-e valamilyen haszna, hogy én ezeket a kristályokat bekapcsolgatom. Vagyis hát, hogy mindenhová jutok. Ugyanak. Ott láttam egy tüskés sünt. Okay. Na, itt is van valami gomb. Aha, az azt nyitja ki, de gondolom nem tudok bejutni simán. Itt is azt kell tenni, hogy meg kell osztani a csapatot. Venni belőle egyet, azt oda elhelyezni, és akkor ezzel pedig bemenni ide. Összeszedni ezeket az energiákat. És akkor mehetünk tovább. Az a sűn már jobban van, tehát ez teljesen ilyen állatbarát megoldás, ez csak lebénítja a sűnt. Mennek ezek fejtetőn is, hogy látom, ezek a sűnök. Igen, erre még nem jártam, mondjuk ebből a szempontból. Na, és akkor beértem, és az energiákat most itt elhasználják a Dominic újabb fajtársak létrehozására, és akkor itt ki lehet választani. Most javasolja, hogy ezt a kettes fajta luminit válasszam, és itt megmondja, hogy a space-szel aktiválja a speciális képességet, és akkor annyi energiát gyűjtöttem, hogy ebből is kérhetek. Na, most már van három fajta, és akkor az 1-es, 2-es, 3-as, 4-essel tudom változtatni, melyik legyen a vezér lumini, tehát melyikek legyenek elől, és azoknak tudom aktiválni a képességet. Ezek például azt hiszem gyorsan tudnak menni a space-szel. Igen, így begyorsulnak. Kis újratöltési idő van, de nem számottevő, tehát pár másodperc alatt újra aktiválható. És ezek pedig, ezeknek elég erős a védelmi mechanizmusok. Most ezt hagyom itt kint. Ja, és akkor erre a részre vissza lehet térni közben, tehát hogy most itt valami szerzet meglécskázná a kis luminiket, akkor visszatérhetek ide, és akkor új fajtársakat kapok ettől a nagy kocka kristálytól. Na, ezt még ismerem, ez egy ilyen növény, ami hogyha beleröpülünk azokba a tüskés dolgokba, akkor elpusztul a lumini. Itt ezt aktiválom, ezt viszont teljesen el tudja pusztítani, ez az erősebb védelmi mechanizmusunk. Hoppá, ott is
is jött egy. Az megvolt. Meg kell próbálnunk így oldalról odakuszni. Nem érte el. De ugye újra töltődünk, aztán így. Kis ilyen taktikai módszerrel meg lehet oldani veszteség nélkül ezeket a dolgokat. Bejutottunk egy terembe. Igen, azt hiszem idáig jutottam az első játékomba, itt már nem hallottam ezt meg. Itt egy érdekes módszer, nem tudom, hogy sikerül-e. Ketté kell osztani a csapatot, és egyszerre kéne valahogy pörgetnem a kereket, hogy kinyíljon a kapu, de ahhoz elég jól össze kell hangolni az ujjaimat. Nem is sikerült, ezt ellentétesen csinálom. Igen, ez izgalmas lesz. Nézzük még egyszer. Ez biztos a dobosok tudják jól, akik mind a két kezükkel tudnak valami ütemet produkálni. Nekem ez kevésbé megy jól. Most például... Ja, már ki is cserélem, mert teljesen máshol vannak a... Na nézzük így, akkor most beállok ugyanoda abba a pozícióba, így. Kb. És akkor egyszerre kezdem el ezt a mozzanatot. Majdnem összejött, a másikok már lemaradtak. Itt lehet, hogy meg lesz egy vágás, mert ez nem tudom, biztos van erre egyszerűbb módszer, de ez nekem valamiért nehezen akar összejönni. Nézzük az ellentétes részét. Na akkor egyet pauzézok itt, azt hiszem, és akkor megpróbálom megoldani. Na, rögtön, hogy pauzéztem, sikerült megoldani, úgyhogy olyan sokat nem is kellett szenvednem. Tehát még mindig áll a relaxáció, nem vagyok még síkideg tőle. Mondjuk nem is igen szoktak felbosszantani játékok. Na, újra összeállt a csapat, és akkor itt még megpróbálunk egy... Ezt itt lesemlegesítettük, nagyszerű. Aha, itt ezen át kell törni, szintén a bal shift-tel sikerült is. És megyünk tovább. Hopp, egy kis energia, ez mindig jól jön. Itt is van energia, szuper. Kis fürdés. Annak nincsen semmi jelentősége, csak jól nézett ki. Hopp, ez mi ott? Ezt is át kell robbantanom? Igen, meg van egy sülünk is. Azt hiszem, azt is semlegesítette teljesen a... Ezt a kristályt is begyújtjuk. Fura morgás van. Aha. Az valószínűleg egy veszélyes faj lehet ott egy... halszerű lény, azt hiszem az, amelyik megesz minket. Most nem megyek vissza, mert úgyis találkozni fogok vele szerintem, tehát nem tudom elkerülni az összeütközést. Na, itt mi a helyzet? Itt megint ketté válunk. Azok megnyomják, ezek meg bemennek ide. Összeszedtük ezeket a dolgokat itt.
Hopp, egy, bemutattunk egy halálesetet is. Szóval így el tudnak hullani a luminik, hogyha neki mennek annak a kristálynak. Lehet hallani azt. Ja, itt ez a köpködős. Jó, ezt lenulláztuk. Itt a másik. Ez is megvan. Nem sokára szerintem végérek a pályán. Úgy. Le is esett szegény sűni. Hoppá, itt meg a az a fura növény lesz. Nem ért el. Egyed villan is, ahogy látom a kis élő lény, amikor ez mák volt, pont közte repültem el. Egyed villan a Lumini, amikor újra aktiválható lesz a védelmi mechanizmusa. De föl lehet menni, szuper. Kis tájok, nagyszerű. Ez most nem jó hír. Na ez az a félelmetes lény, amelyik meg is eszik minket, és itt a barátja rögtön. Na remélem valaki túléri. És nem tudom, jó fele indultam el, de itt egy ilyen üreg volt, ide bemenekült. Nincs is olyan nagy veszteség, talán ha egyet megevett. Egyet fogyasztottak el. És erre még nem jártam, mert itt és itt le is visszaértünk. Most pedig újra megkapjuk a kis lumininket. Újabb fajtársakat. Itt is valami trükköt kell létrehozni, hogy... Ja, hogy aha. Még. Hogy itt ennyi, csak ide kellett átjutnom? Lehet. Most már egész komoly rajunk van. Itt is vannak energia. Ezeket érdemes összeszedni, mert minél többet be tudunk gyűjteni, annál több fajtársat kapunk így a végpontokon. Videókat láttam belőle, hogy belenéztem, a végén már nagyon komoly mennyiségű luminink van, amit így vezetünk, úgyhogy elég látványos lesz a vége, meg szabad téren is leszünk, tehát szabadtéri játékok is lesznek. És megpróbálom lebénítani, aztán rögtön elmegyünk mellette így fölfele, mert úgyis erre vezet a pálya igazából. Láttam még ilyen energianövényeket, ezeket összeszedegetjük azért. Itt még megúsztuk. Nagyon szép vizesés.
vízesésnél nem lehet baj, ez nagyon szép, úgyhogy itt biztos ilyen nyugodt idő vár ránk. Hát tényleg nagyon nyugtató maga a játék. Az ember csak nézi és irányítja őket. Ez, hogy nem lennének ezek a tüskések, meg a veszélyes lények, akkor az ember hajlamos nem is pislogni, hogy így játszik közben. Hoppá. Ezt nem bántjuk, most megúszta. Na, még eddig a végpontig elmegyek, a következő végpontig, aztán akkor annyi lenne a bemutatója ennek a játéknak. Lehet, hogy még addig egy-két veszély leselkedik rám, de talán túl sok már nem. Összeszedem még ezeket a kis energiavirágokat. És már inkább igyekezek. És valami feladatunk lesz. Mi van még itt? Itt is egy gomb. És akkor lemegyünk ilyen lefele. Egyesül a raj és bemegyünk a terembe. Még orgonázni is tudunk. Szobor csoport, ezek egy ilyen, ezek luminik, csak fel vannak nagyítva. Így néznek ki nagyjából a kis lényeink. Azzal most nem állunk le harcolni. Gyorsan megkeressük a... Ezek begyűjthető. Lehet, ilyen plusz energiák. Hopp, ott is van. Jól jöhet a végelszámolásba. Több luminit kapok érte. Ó, és egy jeges környék. Bár néha-néha beakadok, sajnos a rögzítés teheti valószínűleg. Na és beérkeztünk, és kiválasztatjuk a hármas, nem tudom, hogy energiát bocsájt ki. Aha, most ő a vezér. Nem is tudom, ez talán a... a begyűjtéshez jó, távolról be tudja ő gyűjteni az energiát. Na, akkor ezzel a szép és nyugodt résszel búcsúznák. Ez volt akkor a Lumini, egy ilyen nagyon kis kedves relaxációs platformer. Illetve nem platformer, ez egy sima mezei kalandjáték. És hát egész jó, érdemes kipróbálni, teljesen nyugtató a kis program. Egy némi kis ellenséges fajjal találkozunk benne, de az teljesen elenyésző maga a játék, az viszont nagyon látványos. Köszönöm akkor a figyelmet, sziasztok!